Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben én megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Az Újbuda Mavc ellen játszanak a legjobb négy közé jutásért a kékcápák. A Nyíregyházi Sportcentrum 7 úszóval utazott el az országos bajnokságra. Együttműködési megállapodást kötött a Nyíkse és a DVTK Kosárlabda Akadémia. A Sopron második csapata elleni kettős vereséggel kezdte a rájátszást a Nyíregyházi kosársuli. Az Újbuda Mavc ellen játszik a legjobb négy közé jutásért a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A fővárosiak a második, a kékcápák pedig a hetedik helyen zárták az alapszakaszt. Összességében, ha az teljes eddigi szezont alapszakaszt kell értékelni, akkor persze azt kell mondjam, hogy reális, hiszen a rémálomszerű kezdés után egy álomszerű folytatás következett. Ugye 2-11-jel fordultunk rá a második körre, az azt jelenti, hogy kettő győzelmet sikerült összehoznunk csak egészen karácsonyig, és utána megtátosodott a csapat. Természetesen kellettek hozzá szakmai döntések, kellett Merimnek az érkezése, kellett egy új légiós igazolása, illetve a magyar fejekben rendet rakni, és mindenkinek átérezni a felelősségét, hogy milyen klubban játszik, és mik a céljaink. Én azt gondolom, hogy a hetedik helyre büszkék lehetünk, hogy össze tudtuk hozni, hiszen nagyon sokáig tényleg a kiesés, illetve a nyolcba jutás volt a következő cél. Úgyhogy összességében elégedettek lehetünk, ahogy ezt meg tudtuk oldani, de hát még előttünk a rájátszás, úgyhogy érdekes meccsek következnek. Ráadásul a rájátszásban a Mavccal játszanak a cápák, és a Mavcnál van a pályelőny. Ott egy vereség volt, sima vereség, itt egy nagyon szoros vereség, de azt szokták mondani, hogy mindig egy új bajnokság kezdődik a rájátszással. Most milyen párharcra számítasz? Olcsó közhely, de ez valóban így van. Az első meccsből komoly következtetést nem mondnék le, hiszen nálunk még teljesen más felállás volt. Azóta ugyan a Mavchoz is érkezett egy légiós. Én összességében azt érzem, hogy ez nem is a Mavcon fog múlni, hanem rajtunk. Mennyire vagyunk motiváltak, mennyire akarjuk azt, hogy négybe üssünk, és mennyire tudjuk, hogy összeszedni a csapatot, mind fizikálisan, mind mentálisan, hiszen tudjuk, hogy meg tudjuk venni a Mavcot, még ha nem is sikerül, de 20 ponttal vezettünk ellenük itthon, és végjátékban kaptunk ki. Két hasonló erős csapatról beszélünk, nem véletlenül, hogy másodikok lettek, és abszolút nem lebecsülve az ő érdemeiket, mert nagyon komoly alapszakaszt hoztak. Én azt gondolom, hogy ha mi úgy oda tesszük magunkat, ahogy az előző 10-12 mérkőzésen, akkor ez egy kiki párhasz lehet. Nincs esélyes, természetesen a pályaelőny náluk van, de miután csak két győzelemig tart, egy idegenbeli győzelemben már nagyot léphetnénk a céljaink elérése felé. Az első legegy cél gondolom most az, hogy túl is jön a csapat a párharcon, de hát láttunk az elmúlt években olyat, hogy egész hátulról nyert akár bajnokságot valaki. Nyíregyháza megvert a Vasas, megvert a Pécset, a Mavcot már említettük, tehát gyakorlatilag bármi lehet. Mi a kitűzött cél most, ha van-e helyezésben meghatározva? Igen, ezért is mondtam, hogy bármi lehet, hiszen a legjobb csapatokat már megvertük idén, illetve a Mavccal is egát játszottunk. Kitűzött cél alapvetően ugye az ilyen kezdés után csak a biztos bennmaradás, majd a playoffba jutás lehetett. Nem is határoztam meg következő célt. Evés közben jött meg az étvágy, én sportvezetőként, exportolóként is szeretnék minél előrébb végezni. Nagyon örülnék, ha egy medálért tudnánk játszani, de ugye nem kimondott cél idén a visszajutás, főleg ilyen start után. Tehát párhuzamosan építjük a jövőt, tárgyalunk a játékosokkal, és jövőre egy olyan ütőképes keretet összehozni, hogy akár lehessen már ez a cél, de idén pedig a minél jobb szereplés. Ha ez a döntőt jelenti, akkor azt, hogyha esetlegesen az ötödik hely megszerzését, akkor pedig azt. Ilyenkor már nagyon fontos a bajnokság hajrájában, hogy milyen állapotban vannak a játékosok fizikálisan, mentálisan. Ugye legutóbb végső Bálint hiányzott sérülés miatt, most a Mavc ellen milyen kerettel készülhet Merim Mehmedović? Most így 2-3 nap a mérkőzés előtt azt mondom, hogy mindenki adrafogható. Természetesen a szakvezetők, edzők is ilyenkor észnél vannak, és nem a legnagyobb terhelést, a legnagyobb fizikai terhelést adják a játékosoknak. Finom hangolás, taktikai elemek elsajátítása, dobás, nagyon sok ilyen jellegű munka zajlik. A múlt hetet meg lehetett nyomni, hiszen nem volt meccsünk, de már most a finom hangoláson van a hangsúly. Én azt gondolom, hogy mindenki játszani fog, és mindenki a legjobbját fogja nyújtani, és neki megyünk a Mavcnak. Ezen a héten zajlik Budapesten a Duna Arénában a 126. felnőtt úszó országos bajnokság. A Nyíregyházi Sportcentrum 7 versenyzővel utazott el az OB-ra. Sajnos a felkészülés ezt nem nevezhet ideálisnak, mert nagyon sok betegség és sérülés is volt sajnos ebben az időszakban. Én úgy gondolom, hogy a kiemelt versenyzőink, ugye a Hatházi Dóra távol marad,
Amerikából nem jön haza, nagyon rossz időpontban van neki a verseny, viszont Amerikában majdnem napra azonosan egy Pro Tire Series-en indul, ahol megpróbál ő is 200 pillanat olyan időt úszni, hogy az EB keretben bekerülhessen, illetve hát az EB keretben benn van, ami jó hír, hát a felnőtt Európa-bajnokságot még az olimpiai kvalifikációs időszakban rendezik Belgrádban az idén, tehát ott ő csapattag. Stankovics Anna ugye 50 méter gyorsan, 50 méter mellen igyekszik minél jobb időt úszni, és 50 gyorsan megpróbálkozik az olimpiai szinttel is. Rajtuk kívül mennyien indulnak még, és lesz-e váltó, nyíregyházi váltó? Összesen 7 fővel nevezünk a versenyre, úgy terveztük, hogy a pénteki 4x200-as női gyorsváltóval, tehát váltót is nevezünk, illetve akinek egyéni szintjeik vannak, hiszen ez egy elég komoly szinten rendelkező verseny, azok tudnak indulni. 200 háton, 100 méter pillangón, 50 méter mellen lesznek indulóink, illetve a 4x200-as gyorsváltó, női gyorsváltó. Olimpiai év van, mennyire lesz erős a mezőny az előzetes nevezések alapján? Mindenki indul, aki él és mozog. Persze vannak Amerikában távolmaradók, ők Amerikában próbálnak különböző kupákon, versenyeken, méteres medencében időt úszni, hiszen a jardos medencében edzenek túlnyomó többségben. Én úgy gondolom, hogy mindenki rajthoz fog állni. Nagyon sok volt a klubváltás az évközben. Nagyon sokan, főleg a felnőtt mezőben klubot váltottak, edzőt váltottak. Ez rengeteg kérdőjelet vett föl. Lehet azt mondani, hogy most ez egy olyan országos bajnokság, amely után nem is elsősorban az érmekkel lennél, a reménybeli érmekkel elégedett, hanem azokkal az időkkel, amelyek kvalifikációt jelentenének az érintettek számára? Így van, tehát 6. 30-a a kvalifikációs időszak vége, tehát ez a magyar bajnokság is arról szól, hogy elsősorban időt úszni és minden jobb időt úszni, de még ezen kívül lesznek nemzetközi, illetve hazai megmérettetések, ahol lehet szintet úszni az olimpiára, EB-re. Együttműködési megállapodás kötött a NYIKSE és a DVTK Kosárlabda Akadémia. A miskolciak szakmai segítséget nyújtanak a nyíregyháziaknak, akik közül a legtehetségesebbek a Diógyőri utánpótlásban folytathatják pályafutásukat. Már a NYIKSE régen próbálkozott a női szakágon az utánpótlás neveléssel. Elindítottuk, hiszen ahogy a fiúkat U11, U12-ben neveltük, ott természetesen lányok is csatlakoztak, hiszen ott még vegyes korosztályban indulhatnak, vagy vegyesen indulhatnak a gyerekek. És a lányokkal későbbiek során tovább folytattuk a munkát, és így lett U14-es, illetve U16-os csapatunk is. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a lányok esetében nehezebb a kiválasztás, sokkal kevesebb lány kosárlabdázik, mint fiú. Így szükségünk volt egy olyan erős szakmai partnerre, akitől rendkívül sokat tanulhatunk, nagyon sok tapasztalatot át tudnak nekünk adni, így tárgyaltunk a hozzánk nagyon közel eső DVTK Akadémiával, és ott nyitott fülekre találtunk, és nagy segítőkész szakember gárdára, úgyhogy velük ezért tudunk most mai nap folyamán ugye kötöttük az együttműködési megállapodást. Gyakorlatban hogy néz ki majd ez az együttműködés, ha minden igaz, akkor már el is kezdődött? Ennek vannak egyrészt tárgyi és ugye szakmai segítsége is, segítségnyújtás. Ilyen például az, hogy közös néven indulnak az U11, U12-es és U14-es korosztályú leány csapataink, méghozzá NYIKSE DVTK néven szerepelnek majd a regionális bajnokságban. Ehhez kapunk egyébként némi tárgyi támogatást, tehát labdákat, mezeket, és természetesen nagyon erős szakmai hátteret, hiszen mind a kiválasztásnál, a toborzásnál is jelen lesznek a DVTK szakemberei, valamint edzőinket is képzik, a gyerekek edzőmérkőzéseken vehetnek részt a DVTK-nál, a kiválasztásokra meghívást kapnak, szóval figyelemmel kísérik a szakmai munkát itt nálunk a DVTK szakemberei, és bízunk benne, hogy előbb-utóbb már Euroligás csapatba és válogatottba, illetve a DVTK NB1-es csapatba hatához is kerülnek majd nyiksés lányok. Egyébként nagyságrendiek, hány lány kosarazik most a NYIKSE színeiben? Nagyságrendileg szerintem egy olyan 50, körülbelül 50 lány, hiszen vannak már Palánta programban is lányok, valamint U11, U12, U14 és U16-os korosztályban is indítunk csapatot. Térjünk át a fiúkra, közelmúltban voltatok Szarajevóban egy nagyszabású nemzetközi tornán az U12-es korosztálya, milyen élményeket értetek haza? Feledhetetlen és páratlan élmény, Szarajevó egyébként is gyönyörű, egy profi tornáról van szó, amelyet 12. alkalommal rendeznek meg, ez a Szarajevói Basket Cup
ifjúsági torna, és 4-5 csillagos szállodában vannak elhelyezve a gyerekek, a szállodákhoz egyébként saját tornatermek vannak, 30 csapat volt csak U12-es korosztályban, tehát U12-es korosztályban 30 csapat 6 csoportban versengett, éppen néhány pont hiány maradtunk le, tehát pontkülönbséggel a 8-as döntőbe jutásról, 4 mérkőzésből 3-at sikerült megnyernünk, és ez azt gondolom minden várakozást felülmúl, főleg annak tükrében, hogy egy sokkal agresszívebb és szabadabb kosárlabdát játszanak, tehát a szabályrendszer abban a korosztályban még nincs úgy lekorlátozva, mint itt Magyarországon. Szó esett még a mai sajtótájékoztatón a Nyikse közelgő rendezvényeiről, melyekről van szó? Több rendezvényünk is van, ilyenkor nyilván évvége fele már a családi napban is gondolkozunk, illetve most hosszú idő után, a Covid-ot követően újra megrendezzük Nyíregyháza megyei jogváros támogatásával többek között a jósavárosi streetball pikniket. Ez azt jelenti, hogy mind a környéken lakókat, de akár másonnan is, és nem csak nyíkséseket várunk arra, hogy streetballozzanak egész nap, egészségügyi szűréseken vegyenek részt, prevenciós tanácsadáson, valamint vetélkedőkön nyeremények lesznek, ajándékpólók lesznek, tehát egy igazi önfelett vasárnap lesz május 26-án. Szeptemberben pedig tervezzük a tavaly elindított U14-es fiú tornánkat, amely az első medusa torna után most már itt a második ilyen jellegű tornánk, és szeptember elejére tervezzük ezt, és bízunk benne, hogy sikerül nemzetközivé tenni, és külföldi csapatot is hívni. A sejthető, hogy egy kisebb egyesület mit profitál egy Euroligás csapat akadémiájával kötött együttműködési szerződésből, de mit profitálhat a DVTK akadémia? Mindenhol tud tanulni az ember, én azt gondolom, tehát ez abszolút független attól, hogy mekkora egyesületről van szó. Én nagyon örülök annak, hogy a Nyikse minket választott, és azt gondolja, hogy partnerek tudunk lenni egy ilyen együttműködésben. Elsősorban nyilván nem titkoljuk, hogy a mi célunk az, hogy ebben a régióban is megtaláljuk azokat a tehetséges utánpótláskorú lányokat, akikből akár profi kosárlabdázót, vagy akár utánpótlás, vagy felnőtt válogatott szintű játékosokat tudunk képezni. Elsősorban ez volt az, ami minket motivált ebben az együttműködés megállapodás megkötésében, de természetesen azt gondoljuk, hogy más egyéb területeken is, akár a szakmai oldal tekintve együtt fogunk tudni működni, és egy közös gondolkodás által fejlődni, illetve fejleszteni mindkét egyesületben a gyerekeket. Egyébként milyen merítési lehetősége van a DVTK Akadémiának? Elsősorban eddig ugye a megye határon belül próbáltuk megtalálni ezeket a tehetséges sportolókat, de azt vesszük észre, hogy egyre nehezebb dolga van minden egyesületnek sportáktól függetlenül. A mai gyerekek már egyre kevésbé akarnak sportolni, és ezért kénytelenek vagyunk kilépni a megye határon túlra is, és ebben a régióban megkeresni azokat, akik elhivatottak és akár vagy tehetségesek, úgyhogy ebben is gondolkodunk a jövőben is. Milyen motivációt jelent a gyerekeknek az, hogy euroligás meccseket, bajnoki döntőket láthatnak Diósgyőrben? Ugye Ambrus Erzsébet, aki a kiválasztásért felelős szakember nálunk, ő hatalmas munkát végez ebben az évben, ebben a tekintetben, és több olyan gyerekkel, illetve szülővel, egyesületekkel, korosztályos csapatokkal kapcsolatban van, akik már több euroligás mérkőzésen is részt vettek nézőként, és azt gondolom, hogy az a millió, az a közeg, az a létesítmény, ami ott nálunk van, az önmagáért beszél, és egy hatalmas élményt nyújt a gyerekek, illetve az edzők, szülők számára is. Úgyhogy ez mindenféleképpen azt gondolom, hogy egy vonzó erő és hatalmas élmény is mindenkinek. A Sopron elleni 2-es vereséggel kezdte a rájátszást a női kosárlabda amatőr NB1-ben a nyíregyházi kosársuli Farkasinszky Gyuláni együttese, egyébként a negyedik helyen zárta az alapszakaszt a fehér csoportban. Maximálisan elégedett vagyok a lányok teljesítményével. Tehát évelején azért itt azzal küzdöttünk, hogy egyáltalán legyen egy olyan csapatunk, ami ki valamilyen szinten egy ütőképes társaságot fog képezni, és egyáltalán mérkőzéseket fogunk tudni nyerni. De szép lassan össze is állt ez a csapat, úgy nézett ki, hogy minden szép és minden jó, aztán szép lassan jöttek a lemorzsolódások, van, aki azért, mert babát vár, van, aki a tanulmányi okok miatt, és őt voltak olyanok, akik úgy gondolták, hogy ők fogják bírni ezt az amatőr NB1-es
próbáltatásokat, de sajnos ebben föl kell nőni. Tehát aki nem ebben nő föl, és nem úgy játsz az utánpótlás mérkőzéseket, azoknak nagyon nehéz utána ezt a szinte minden héten mérkőzéses rendszert megoldani. Ettől függetlenül a lányok nagyon szépen teljesítettek, a fiatalokat elkezdtük bedobni a mély vízbe, tehát itt azért nekünk már most kadettkorú játékosaink is vannak, három fő a csapatban. Ebből egy igen szépen és jól teljesít. És én azt hiszem, hogy ahhoz képest, amit átmentünk ebben az évben, az, hogy negyedik helyen végeztünk, az egy óriási teljesítmény. Szinte mindenkit megvertünk ebbe az évben, kivéve az Ajka csapatát, az összes többit legalább egyszer megvertük. És ez azt mutatta, hogy azért ez a fehér csoport az egy kiegyensúlyozott, jó csapatokból álló mezőny. És itt, hogy ki hanyadik helyen végzett, az már csak a szerencse kérdése volt, hogy ki mikor és milyen mérkőzést tudott megnyerni. Aztán következett, és már el is kezdődött a rájátszás, mégpedig egy meglehetősen érdekes lebonyolítási szisztéma szerint, hiszen ti annak a Sopronnak a másik csapatát kaptátok, amely nem is olyan régen Euroligát nyert, és friss magyar kupa győztesnek mondhatja magát. Hogy néz ki ez a lebonyolítás, hiszen azért a amatőr NB egyben a csoportok némi erős sorrendet is feltételeznek. Az igazság, hogy nekünk is meglepő volt az, hogy rögtön a piros csoport első 6 helyzetjével fogunk keresztbe menni, és ugye mi, hogy negyedikkel lettünk, ugye mi a 3. helyzetet kaptuk, ami éppen a Sopronnak a csapata. Na most ugye azt azért tudni kell, hogy ebbe a Sopronba azért, mivel hogy egy nemzeti kiemelt akadémiáról beszélünk, ugye itt azért több helyről érkeznek a játékosok, és mindenhonnan a kimagasló jó képességű játékosokat viszi el a Sopron. Ráadásul még ugye a 3x3 válogatott miatt még ugye NB1 A szünet is van, ez azt jelenti, hogy azok a játékosok, akik az NB1 A-ban kevesebbet töltenek pályán játékpercben, azokat is ugye játszhatják, ami valamilyen szinten az ő szempontjunkból ez egy indokolt dolog, mert ugye föl kell valahol hozni a játékosokat. Nekünk ez per pillanat kellemetlenül jött, mert olyan játékosok jöttek velünk szembe, akik akár az A csapatban 20 perceket is pályán töltenek, de ha még nem is töltenek 20 percet a pályán, de egy olyan közegben edzenek, és egy olyan edzésmunkát végeznek el, amit nem fogunk tudni elvégezni, mert a csapatunk nem erre van per pillanat kitalálva. Szerintem ez egy érdekes lebonyolítás, főleg azért, mert nem csak mi jártunk így, az összes többi csapat is hasonló eredményeket ér el, hogy 30-40 pontokkal kapnak ki a piros csoportnak a csapataitól. Ez azt jelenti, hogy ez a csoport azért valóban a piros csoport, a fehér csoport az meg fehér csoport, tehát hogy itt szinte egy amatőr társaság kosárlabdázik, ott viszont szinte mindenki az NB1-es csapatoknak az utánpótlás csapata, tehát egyértelmű, hogy ez nekik mások a céljaik, mások az eredmények. Főleg ez a Sopron fel is akar jutni NB1 A-ba, tehát innentől kezdve neki ugye mindenféleképpen kellett ez a két győzelem ahhoz, hogy a céljait akkor a későbbiekben el tudja majd érni. Ezeknek a tükrében mennyire vagy elégedett a két meccsen látottakkal? Az első mérkőzés az, én úgy gondolom, hogy nem igazán volt az, amire mi szerettünk volna, tehát egy kicsikét azért az eladott labdák tekintetében voltak gondjaink és problémáink, rengeteg kihagyott helyzet volt, ami ugye most is meglátszott majd a második mérkőzésen, mert a második félidőre elfáradtunk, itt már pontatlanabbak lettünk, nem voltak meg azok a koncentrációk, nem úgy fejeztük be a támadásainkat, nem igazán oda mentek azok a passzok, ahova menni kellett volna. Itt a mai mérkőzés, tehát a második mérkőzés első félidője szerintem most teljesen szuper volt. Egy olyan extázisban kosárlabdáztak a lányok, és egy olyan akarattal, lendülettel, ami példaértékű lehet a következő mérkőzésekre. Az, hogy kevesen vagyunk, sajnos ez egyértelműen látszott, tehát az ellenfél azért tudott cserélni, nekünk viszont azért igencsak kevés, hogy szűk rotációval kellett megoldanunk ezt az egészet, de hát nem várható el attól a kadettkorú játékostól, aki most mit tudom én, első NB1-es mérkőzésen lejött a kispadra, hogy felcserélem és ő majd egy olyan teljesítményt fog hozni, mint azok a játékosok, ugye, akik itt a kiemelt akadémián kosárlabdáznak. Én ettől függetlenül nagyon büszke vagyok rájuk, nagyon örülök neki, hogy ma egy ilyen mérkőzést játszottunk, reméljük, hogy ezzel olyan hitet szereznek maguknak, amely későbbiekben mindenféleképpen pozitívan fog ráhatni a következő teljesítményükre, és reméljük, hogy ilyentől kezdve még bátrabban és még elszentebben fognak kosárlabdázni. Hogyan néz ki majd a folytatás? Valószínűleg a Pécs, tehát a Kosárlabda Akadémia, tehát a Rádgéber Akadémia és a Zsíros Akadémia vesztesével fogunk játszani. Ez ugye még mindig azt jelenti, hogy még mindig a fehér csoport
elejével, vagy a piros csoport elejével fogunk játszani. Tehát ezért érdekes az a lebonyolítás, mert a piros csoportnak a 7-8-9-10. Helyezettje egymás közt dönti el, hogy ki merre fog kerülni. Mi meg itt ugye az élmezőnnyel próbálunk meg harcászkodni. Hát teljesen mindegy. Játsszuk a következő mérkőzésünket, megpróbáljuk a lehető legtöbbet kihozni magunkból, aztán lesz, ami lesz. Kadettek már szóba kerültek, közelmúltban a Nagyváraddal játszottatok két kadett mérkőzést, együttműködés van a két egyesület között. Mit profitálhat ebből a két csapat? Mind a két csapatnak szerintem ez egy szuper jó dolog, főleg nekünk ebben az évben, akiknek nem sikerült a főtáblára kerülnünk, ugye itt sajnos a lebonyítási rendszer miatt szeptember második hetében kiderült az, hogy most ebben az évben mi hol fogjuk letudni ezt a bajnoki szezont, ott 3 ponttal kikaptunk, jelentől kezdve nekünk maradt az, hogy a regionális bajnokságban játszunk, ugyan nyerünk 50-60 pontokat, de hát ez nem jelent az, hogy ezzel fejlődni is fogunk, mert nem fogunk fejlődni. A Nagyváradnak van ebben a korosztályban egy kimondottan jól felkészített csapata, akik szívesen jönnek hozzá, mi is szívesen megyünk Nagyvárra, de ez már egyébként egy nagyon régóta fönnálló kapcsolat, ez még annak idején talán a Pál Vivianékkel kezdődött, aztán jöttek a diáik, mert ennek az egyesületnek mindig vannak egy adott korosztályai vannak. És az adott korosztályok, azok mindig kiemelkedőek, de utána nem nagyon vesznek föl másik korosztályt. És most, hogy ez a korosztály, ez már kicsi korban is sokat voltunk kint, még amikor ilyen előkészítő korban voltak, aztán jött a Covid, akkor egy kicsikét megszűnt ez a kapcsolat, de most újra próbáljuk ezt erősíteni, és benn voltak itt augusztusban, szeptemberben, tehát próbálunk egy ilyen 2-3 havonta edzőmérkőzéseket összehozni, ilyen torna jellege. Ők például a román bajnokságban így ezzel 5. lettek, és ők ennek nagyon örültek. Hát ez a különbség a két bajnokság közt talán, hogy ők ezzel ott tudtak menni, és ezt szeretnénk tovább is fönntartani ezt a kapcsolatot, és szeretnénk kölcsönösen támogatni és segíteni egymást abban, hogy minél jobb eredményt érünk el majd a bajnokságokban. Ennyi fért a mai Sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.